Kedves hallgatók, advent van, egy új egyházi év kezdődik el, és a liturgia felkészít minket Jézus Krisztus születésének ünneplésére. De nem csak a Messiás első eljövetelére emlékezünk, hanem az Úr Jézus második eljövetelére is. Végre itt vannak ezek a hangulatos napok. Esténként a Verespálné utca is ünnepi fényben ragyog. A reggeli roráté szentmiség az éberség és a virasztás magatartását erősítik bennünk. A járványhelyzet idején egy-két külső szokás átalakul vagy megváltozik, de a lényeg mégis ugyanaz marad, felkészíteni a szívünket a hozzánk érkező Úr befogadására. Ebben segít az evangélium tanítása és a felebarát szolgálata. Most ne csak a kezünket, hanem a szívünket is tisztítsuk meg, hogy örömünk majd teljes legyen. Már az első adventi napjaink legyenek elkötelezettek a szeretetben és a szolgálatban. Ha ezt tesszük, nem fogjuk figyelmen kívül hagyni a közénk érkező Messiást, aki megtestesült és életét adta értünk. Mi is adjunk magunkból valamit, időnket, felajánlásokat, segítséget, áldozathozatalt és imádságot, mert csak is így lesz értelmes és tartalmas a betlehemi jászolhoz vezető út. Ez lesz majd az a csodálatos jel, amelyre rámutatnak az angyalok, és amelynek vágyott megpillantásakor a szűzanyával, Szent Józseffel és a jó pásztorokkal dicsérhetjük az emberi természetet felvett Isten fiát. Adventben mindig megtapasztalhatjuk, hogy Isten jön felénk. Most azonban nekünk is meg kell mutatnunk, hogy mi is haladunk ő felé. A találkozáshoz felkészülésre van szükség, ezért a proféták által oly sokszor kért megtérés legyen jellemző ránk az advent folyamán. Isten az alázatos és megtört szívet kedveli, s ha ajtót nyitunk neki, akkor belép hozzánk, és velünk marad. Így tapasztalhatjuk meg nap mint nap az adventi felkészüléshez való hűségben, hogy velünk az Isten. Ő az Emmanuel. Örömteli adventet, sok kegyelmet, egymásra vigyázó lelkületet, és a tartalmas Krisztus várásban és ünneplésben megnyíló szívet kívánok mindenkinek, professzor kollégáim nevében is. Isten áldja meg adventi készületünket!